Nagy szeretettel köszöntöm a Kemény Idők Podcast 6. epizódjának hallgatóit. Az én nevem Voszti Ferenc, és vendégem ma kiváló barátnőm, remek rendező, filmrendező, kerékgyártó Ivon. Szia, Ivon! Szia, Feri! Szia. Üdvözlöm a Kemény Idők hallgatóit, és nagyon nagy öröm, hogy itt lehetek. Egy olyan film apropóján, amit te választottál, és nagyon örülök, mert nem... Sokkal jobban szeretem, amikor olyan filmekről beszélünk, ami hát megosztó. Tehát ismered azt a helyzetet, amikor a podcast szereplői oda vannak egy filmért. Igen. Amik dicsérni ennek a filmnek az erényeit, és azt hiszem jól választottál, mert egy szuper jó filmet ajánlottál, amit 1000 éve láttam, de az utolsó akcióhőssel ellentétben nem égett bele a retinámba minden egyes képkockája. Uh-huh. Úgyhogy amikor megnéztem, és nem egyedül néztem, hanem társaságban, akkor egy elképesztően jó kis időutazás volt. Úgyhogy alig várom, hogy bele csapjunk. Tehát te ezt a filmet korábban, esetleg abban az évtizedben, amikor kijött, láttad? Te vele először. Van egy gyerekkori emlékem, ami nagyon... meghatározó volt, és az az, hogy a lakásban, ahol laktunk, a szüleim nézték a videót, tehát VHS-eket néztek este, de nekem ezeket nem volt szabad néznem. És ez hát nem volt ez egy nagy lakás, hát ez egy másfél szobás lakás volt, és úgy oldották meg, hogy eltakarják előlem a filmeket, hogy egy széket így oda applikáltak a nappali közelébe, vagy közepére, oda rátettek valami inget, vagy lepedőt, és akkor kvázi kitakarták előlem a tévét. Zseniális. Hát nem vált be. És még az az élmény van meg, és ez egyébként a Terminátor 2, amire nagyon emlékszem, hogy azt így láttam, hogy mikor egyedül hagytak otthon, akkor így, hát nyilván unatkoztam, tehát akkor az HBO az még nem volt úgy befogható, ami meg a Cartoon Network, meg az HBO az a két olyan adó volt, ami abszolút lekötött, de így ennyi. És akkor a VHS kazetták között keresgéltem, és hát én nem pornót találtam, hanem akciófilmeket minden mennyiségben. És ilyen volt a Terminátor 2 is, ami viszont teljesen lesokkolt. Tehát az nyilvánvaló, hogy azt nem kellett volna még látnom, mert az utána azzal álmodtam. Csak azért kérdeztem ezt, meg ezt általában meg szoktam kérdezni, mert szerintem fontos az, hogy egy első találkozás óta hogyan változott a befogadó véleménye a filmről esetleg, ha volt korábbi első találkozás. És neked ez hogyan változott? Hát az utolsó akcióhősről és az utolsó cserkészről ezt jobban el tudom mondani, mert tényleg arra emlékszem ebből a filmből, hogy Gina Davis akció jelenetekben van. De például a lényegi dolgokra nem emlékeztem, tehát valahogy azért ezt a rengeteg káromkodást például törölte az agyam, és emiatt nem tudom így összehasonlítani. Én megmondom őszintén, úgyhogy te ebben előttem jártál, én ezt a filmet rendesen eddig a hétig soha életemben nem láttam. És miért ajánlottad ezt a filmet fel? Egyrészt, mivel ennek a podcastnek égető szüksége volt egy női vendégre, mert nem szeretem a full férfi társaságot, és azért választottam a filmet, mert női főszereplője, a női karakter a főszereplője. Ez így igaz. Igen. Én megmondom, hogy miért nem láttam ezt a filmet eddig, mert ahányszor elkezdtem nézni 96 óta, a csúlyának a hangját utálom, elnézést. És sajnos ő a Sam Jacksonnak a magyar hangja, és mindig ez a tény, amint meghallottam, egyből kikapcsoltam a izét. Egyszerűen nem tudom miért, de nem szeretem ezt a Mühlmeier stílust, ezt egyedül a gesztesi tudta rendesen csinálni, szegénykem, és emiatt nem néztem meg a mai napig a filmet, eddig a hétig, és ezen a héten megnéztem, angolul néztem meg, nem szinkronnal, úgyhogy sajnos a magyar benyögésekre nem fogok tudni reagálni. 3 nappal ezelőtt néztem meg először, oda voltam érte, és tegnap megnéztem újra. És azt kell tudni rólam, hogy én nagyon-nagyon ritkán nézek meg kétszer egy filmet. Úgyhogy ez a film, ez jelent valamit arra vonatkozóan, hogy mennyire jött be nekem ez a film, hogy 2 nap
leforgás alatt kétszer néztem meg. És mire számítottál, amikor 3 napja úgy gondoltad, hogy na, akkor most itt az ideje felkészülnünk a kerékgyártó Ivonos podcastra, női főszereplős akcióként. Egyrészt arra gondoltam, hogy boldogabb nem is lehetnék, hogy veled beszélhetek, ez volt az egyik. A másik pedig az volt, hogy nem sok jóra számítottam. Ezért is vett le a lábamról nagyon brutálisan ez a film. Nem is emlékszem, hogy az utóbbi években tetszett nekem ennyire film, ami jól jellemzi azt, hogy 27 évet kellett visszamenni, hogy találjak egy olyan filmet, ami ennyire bejön nekem. Szóval semmire jól nem számítottam, és a totális ellentétét kaptam. Az szép. Ez akkor most egy különleges kemény idők adás lesz. Vosztri Ferenc elégedett. Nem, én azért szoktam elégedett lenni. És szerintem azok alapján, amit ideig elmondtál, annyira nem fogunk vitatkozni, mert vannak hibája a filmnek, én azt elismerem, leteszem az asztalra, de nagyon kevés szerintem. És ez egy csúcsfilm. És szerintem valamennyire te is te ebben egyetértesz. Én elmondom, mire számítottam. Én úgy emlékeztem, hogy ez a film, ez egy ilyen tökös női akciófilm, és ehhez képest kaptam mást. Sokkal, ez egy baromi izgi forgatókönyv, szerintem, amiben van dráma, humor, és dráma és humor főképp, meg akció. De főleg a Gina Davis alakítása miatt ez az egész elmegy valahogy a dráma irányába. Ugye Gina Davisről azt kell tudni, hogy ő azért a drámák és az első filmemvel berobbant kvázi, egy romantikus dráma volt, az Alkalmi turista, ez 1988-ban került mozikba, és meg is kapta érte a 20-akárhány éves, 22 éves lehetett Gina Davis akkor, a legjobb női mellékszereplőnek járó Oscar díjat. Közbevághatok valamit? Persze. Az első nagy szerepe az a Légy volt. Igen. 85-ben. Igen. Az egy remek mű az a film, és szerintem talán mai napig a legjobb alakítás. Nem, azt nem mondom, hogy legjobb alakítása, de talán a legkatartikusabb film, amiben a mai napig benne volt. Bocs, csak ennyit. Ami azért egy erős állítás, főleg úgy, hogy a Thelma és Louise-nak a főszereplője, amit hát azt bátran állíthatjuk, hogy azért ez Gina Davis karrierének egy csúcspontja volt, és az a karakter, akit ott megformál, most a neve nem jut eszembe, de az annyira Gina Davis maga, hogy miközben nézünk... Vagy Thelma vagy Louise, igen, de gyanítom, hogy Úristen. Szerintem a Louise. A kettő én sem tudom. De hogy azért láttam ezt a filmet, miközben néztem az utánunk a tűzözönt, és elképesztő váltás ennek a színésznőnek a karrierjében, az, hogy utána elkezdett az akciófilmekben, ezekben a blockbusterekben főszerepeket játszani. Erről majd beszélünk szerintem, hogy ez mit jelent. Én azért kedvelem őt nagyon, mert ez a nő egy két lábon járó diszonancia állandóan. Túl szép az ahhoz, hogy nerd legyen, viszont nem elég, már elnézős, hogy ilyen felszínes kritériumok alapján ítélem meg, mert tehetségesnek, nagyon tehetséges, de viszont nem elég szép ahhoz, hogy idol legyen. És mindig egyfajta feszültséget ad bele az összes alakításába, és ez ott van a Long Kiss Goodnight-ban is. Szerintem. Ugye ő, igen, nem tudott Hollywood vele mit kezdeni, és amikor tényleg nagy akcióist akart belőle a férjet csinálni, erre majd mindjárt rátérünk, akkor pedig a közönség utasította el. Az ő karriere kezdődött a Légyel, aztán ő volt a Beetlejuice 88-ban, ami igen. Tim Burton-ek egyik, nekem talán a legkedvesebb Tim Burton film, és ezek a quirky, ezek a furcsa szerepek sokkal jobban igazából, legyünk őszinték, szerintem hozzáillettek, mint az akcióhős szerepe. Aztán összeállt a Renny Harlinnal, a finn származású film rendezővel, csináltak egy produkciós céget, és ez az az időszak, amikor Renny Harlin is a csúcson van, rendezői csúcsán Hollywoodnak, amikor
a feleségéből, a Gina Davisből akciósztárt akar csinálni, és ez istentelenül félre sikerül. Annyira félre sikerül, hogy a Mario Casarnak a cége, a Karolko, amiben a Vajna korábban benne volt, azt tönkre is megy bele, mert a Cutthroat Island, amit 95-ben dobnak mozikba, amit a Harley rendezett és a Gina Davis a főszereplője, az egy akkora bukás, az a Waterworld mellett a 90-es évek Hollywoodjának legnagyobb bukása. Borzalmas mennyiségű pénz megy erre, és borzalmasat bukik, és egy évvel utána jön utánunk a tűzön, a Long Kiss Goodnight, és egyszerűen az előző filmnek a bukása akkora, hogy akármilyen jó is ez a film, nem tud a rettenetes árnyéka alól kimászni. Hát itt érdekes, amit mondasz, hogy Renny Harlin is csúcson volt. Hát Renny Harlin a 80-as évek végén berobbant Hollywoodba, ugye az első javíts ki, de amit az első film nem a Rémálom az Elm utcában előtt volt bőven a halálos fegyver 1-2, nem? Nem. A Harlin úgy kezdte, hogy most csak fejben mondom, úgyhogy lehet, hogy hülyeséget beszélek, Finnországban rendezett valamit, aztán eljött Hollywoodba, és ott megcsinálta a Rémálom az Elm utcában 4-et, ami hát nem tudom, vagy 87-es, vagy 88-as. Ha 88-as, most meg kéne nézni az IMDb-t, de büszkeségben nem nézem meg. Ha 88-as Rémálom 4, akkor viszont a halálos fegyver előtte van, mert az 87-es. Igen. És ő utána Rémálom az Elm utcában 4, Die Hard 2, Ford Fairlane és a Függő játszma rendezője volt, tehát hogy mondhatjuk, hogy azért ő Hollywood fene gyereke volt abban az időben, amikor találkoztak Gina Davis-szel. Baromi érdekes, hogy ennek a két embernek az együttműködése az egyébként mégis hogy vezetett oda, hogy azok a blockbuster reményű filmek, amiket elkészítettek végül is, maguk idejébe azért nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Itt a Kincses sziget kalózai az egy nagyon érdekes példa. Ezt a filmet nem láttam, ezt most a mai podcastunk miatt néztem meg. És én azt látom, hogy igen, hogy van egy forgatókönyv, ami abban különbözik a Shane Black forgatókönyvektől, hogy itt a robbanások azok abszolút azért önmagukért vannak. Tehát tényleg minden felrobban. Ahol Gina Davis megjelenik, minden felrobban. A Shane Black forgatókönyvekben minden robbanás valahova vezet, valamit hozzáad ehhez a plothoz, amihez hozzátartoznak a robbanások. És figyelj, hát percenként ég el egy magyar független film költségvetést abban a filmben. Ellenben nem tudom, mi történt, tehát valami ott a plánozással és a vágással, most nem szeretnék annyira belemenni, de te nem érezted azt, hogy hiába ez a nagy költségvetés és a vállalás, de hogy ezért ez egy televíziós filmes vizuális megközelítés. Most igen. A plánozásra gondolok. Igen, igen. Egyrészt a forgatókönyv teljesen nem fókuszált. Egy káosz az egész. És a rendezés szintén, amikor nagyívűnek kéne lennie, akkor Pitiáner, és itt igen. A plánozást is beleértem, amikor pedig intimnek kellene lennie, akkor meg elmegy nagyívűbe teljesen fölöslegesen. Egy túlírt, bornírt baromság az egész. Mondom ezt úgy, hogy én imádom a kalózos filmeket, meg vagyok húzatva értük, és mondom most, életemben először megnéztem azt a filmet, gyönyörű reményekkel álltam neki, várva azt, hogy imádni fogom, még akkor is, hogyha a rossz híre megelőzte, és egy szó szerinti rossz élmény volt, olyan, mintha elrontottam volna a gyomromat esküton utána. Borzalmas. Hát erre csak azt tudom mondani, hogy a 10 éves húgommal megnéztük a Magyar Színházban a Kincses sziget musicalt, és ott volt katarzis. Ebben a filmben nem volt. Igen. Igen. Szóval megértem, hogy megbukott. Egyszerűen nem tudott a közönség fogást találni rajta. Nem tud belebújni a filmbe sehol. Egyszerűen egy ilyen kaotikus, hangos szarorgia az egész, ha mondhatom ezt. És elképesztő, hogy mennyire nincs kémia a két főszereplő között, ami egy kalózos filmben azért nem hátrány. És egyébként az jutott eszembe, miközben néztem ezt a filmet, a Cutthroat Island-et, hogy emlékszel
az új Zorróra, hát az új, az Antonio Banderas-kát hívott a Jones-féle Zorróra. Hát, hogy mondjam, az is bukhatott volna, tehát, hogy ott is voltak, ott is volt rizikó, de valahogy a két embernek a kémiája az el tudta kormányozni ezt a hajót, hogy egy ilyen hasonlattal éljek, ami most ideillik, de Pusza, a Zorrót, a mind a két Zorró filmet a Martin Campbell rendezte, igen, aki egy journeyman rendező, tehát egy ilyen jó munkás ember, akit úgy nem tartanak sokra, pedig az utóbbi 20 év legjobb brit-amerikai akciófilmjét, a Casino Royale-t, a James Bond Casino Royale-t ő rendezte, egy szenzációs rendező, és azért áll össze egyrészt a kémia, a főszereplő kémiája miatt a két Zorró film, illetve a Campbell tehetsége miatt. Itt a Cutthroat Island-nél a Harlin, én nem tudom, mi volt a Harlinnal, a Harlin egy... Szerelmes volt. Hát lehet, igen. Vagy nem, annyit tudok, hogy könyörögtek szó szerint ő is, meg a Gina Davis is, hogy a Karolko engedje ki őket a szerződésből, nem akarták megcsinálni ezt a filmet, így már-már sírva könyörögtek a kasszáréknak, és nem engedték, úgyhogy ez is a filmen viseli a nyomát az, hogy menekülni akartak ebből a produkcióból. Könnyen lehet, egyébként a René Harlinra egyáltalán nem jellemző ez a rendezési stílus, vagy hát az a rendezés, igen, az egy rendezés, amit ott látunk, és szintén ajánlottad, és fantasztikus élmény volt megnézni a Függőjátszmát. Hozzáteszem, hogy ez az a film, amit laptopon otthon nézni nem szabad, tehát ezt valahogy valami kis projektorral gyönyörű. Tehát, hogy azt képzeljétek el, hogy tényleg ott vagy a hegyekben. Ilyet még nem, tényleg. Nem számítottam semmire, mostanában falat mászok, úgyhogy ez a hegymászás téma, ez nagyon szimpatikus. Uh-huh. Szép volt nagyon, és nagyon jó rendezés. Igen, az az érdekes a Harlinban, hogy mára többé-kevésbé vicc lett belőle. Tehát, és ezt köszönheti a saját rossz választásainak, meg köszönheti a média cinizmusának is. De a 90-es években, mint akciófilm rendező, egészen szenzációs volt. Ezt ma már nem nagyon hangoztatja senki, pedig majdnem John McTiernan szintű filmeket tett le az asztalra, majdnem, mert senki nem tesz le olyanokat, mint amilyeneket a McTiernan tett le. Csak hiányzik belőle a McTiernan eleganciája. De ettől függetlenül az izommozgásra alapuló akciójeleneteknél nincsen párja. Olyan brutalitást, olyan lendületet, olyan pusztító erőt tartalmaznak az akciójelenetei, és ahogy azokat összeköti, hogy amerikai filmes téren talán a mai napig nincs párja. Hát, és a Függőjátszmában semmi más nincs, mint izomjáték, mert ott hegyek között félpucér férfiak másznak dacolva hideggel, és néha verekszenek egymással. Jó, már tudom, ki lesz visszahívva a Függőjátszmára. Ja, hogy, de te ennyire precíz vagy? Tehát te tényleg végig szeretnél menni az egész 80-as, 90-es évek meghatározó akciófilmjein? Nem csak a 80-as, 90-es évekén, hanem én vissza akarok menni a 20-as évekig. Csodálatos. Okay. Csak igen, tényleg az akciófilm műfaját a mozi megjelenése, a film megjelenésének kezdetétől szeretném átvenni, mert ahogy az első adásban elmondtam, szerintem ez egy kritikai szempontból borzalmasan lesajnált és elhagyatott műfaj, bevétel szempontjából nyilván nem. Igen, azt a részt is hallottam, amiben ezt elmondtad, viszont még egy dolog, hogy volt egy kommentelőd, aki azt kérte, hogy ilyen szinopszisokat foglaljunk össze, javítsuk egy kicsit a színvonalat. Úgyhogy bármikor szólj, amikor szeretnéd, hogy összefoglaljak egy szinopszist. Ó, imádlak. Mindjárt egy perc, csak még a Függőjátszmáról akarok annyit, hogy szintén újra néztem, nagyon fölkészültem erre az epizódra, erre az adásra. Azt újra néztem, azt korábban láttam a Függőjátszmát, és nagyon tetszik. A végére egy picit szerintem kimegy belőle a levegő, de attól függetlenül egy nagyon jó film. Amit nagyon viccesnek tartok benne, hogy egész egyszerűen nem tudták a hegyek tetején készült közeliknek a bevilágítását hozzápasszintani, mert azok stúdióban készültek,
a valóságban készült felvételek fényviszonyaihoz. És ahányszor fönt vannak valami hegytetőn, és közelikben vannak a színészek, mindig látszik, hogy a stúdióban van felvéve, és szerintem ez marha vicces. Hát szerintem megengedő vagy, mert nem csak közeliket vettek fel stúdióban, vannak komplett jelenetek, amik ugyan tálogat, baromi jó, ilyen légimentő, tehát hegyi mentőkről szól, bocsánat, azért mondtam légimentőt, mert az egyikük közülük egy helikoptert vezető hölgy, aki Sylvester Stallone barátnője, és van Sylvester Stallone, a hegyi mentő csapat egy oszlopos tagja, egy nagyon jó barátja, aki John Lithgow játszik, és ők... Nem. A John Lithgow a gonosz. Nem, a Michael Rooker. Igen, igen. Michael Rooker játsza a barátját, ez egyébként egy barátságtörténet. Tehát így utólag belegondolom, ez egy barátságtörténet, mert tényleg az expozícióban látunk egy balesetet, Sylvester Stallone magát hibáztatja, de utána még nagyobb baj történik, amikor megérkeznek a rossz fiúk, természetesen nagyon gonoszak, és legalább 6 vannak, és nagyon-nagyon jó fizikumúak, mert ugyanúgy bírják a hideget és a magasságot, mint a hegyi mentők, és John Lithgow az egyik, ő a leggonoszabb, és akkor végighajtják Sylvester Stallone-t és Michael Rookert végighajtják a hegyeken, közben nagyon-nagyon fenyegetik őket, mindjárt megölik őket. Csodálatos, mert ennyire gonosz-gonoszakat ritkán látunk, és tényleg ott vagyunk a havas hegycsúcsokon, szóval élet-halál harca minden perc. Na, úgyhogy ennyit erről a filmről, de nem ezért vagyunk itt. Amikor azt mondtad, hogy összefoglalod a sztorit, azt hittem, hogy a Long Kiss Goodnight-nak fogod összefoglalni a sztoriát. Á, nem. Nem, nem. Csak egy picit beszéljünk arról a filmről, ami megnyitja ezt az évtizedet, ami a Renny Harlinnek a hatalmas sikere, a Die Hard 2-ről, ami olyan túlságosan, például szerintem a Cliffhanger-től nem különbözik. A szintén van benne repülő. És szintén van benne repülő, pontosan. És ott is kb. Annyira érdekli őt a civileknek az élete, mint a Long Kiss Goodnight-ban, mert ott is egy civil utasszállítógép repül a levegőbe, több százan meghalnak. Tehát ez Harlin nem érdekli. Harlin imádja az erőszakot, és én ezt nagyon szeretem benne. Tehát úgy a roncsoló, ropogós erőszakot, és ez például ma már, még akkor is, hogyha ilyen John Wick filmek pusztítanak a moziban, szerintem kiveszett az amerikai akciófilmből, mert a John Wick filmek számomra, most nem akarok ebbe túlságosan belemenni, kicsit sterilek, és a Harlin filmjei viszont nagyon-nagyon törnek, szó szerint. Egyébként érdekes, hogy erről beszélünk, mert pont amikor arról, tehát az, hogy az akciófilmek mennyire brutálisak voltak, veszélyesek a mai akciófilmekhez képest, hát ez akár abban is megmutatkozik, hogy ezekben a filmekben, amikről mi most beszélünk, senki nem kötötte be magát az autóban. De akkor sem, amikor egy gyerek volt bent az autóban, sőt még ugye most pont az utolsó Cserkészben van egy jelenet, mikor odafordul a gyerekhez, és mondja, hogy te akkor kösd be magad. Összemosolyognak, és nem kötik be magukat. Csodálatos, tehát. De visszatérve, hogy szerinted ez mennyire a rendező, és mennyire a forgatókönyvíró felelőssége, hogy hány ember hal meg, miközben a főhős megmenti épp a világot, ezt én nem tudom például. Nem tudom, mi volt leírva a könyvbe. Én sem olvastam a forgatókönyvet, ismerve a Shane Black-et, ő különösebben nem zavartatja magát, a forgatókönyvírót különösebben nem zavartatja magát emiatt, Harlin abszolút nem, és hát ennek a trendnek az első képviselője igazából a Verhoevennek a Total Recall-ja 1990-ből, amikor a Schwarzenegger maga elé kap egy faszit, és megy fölfelé a mozgó lépcsőn, és jönnek szembe a rossz fiúk borzalmas kaliberes fegyverekkel, és szó szerint roncsá lövik azt az embert, akit pajzsként tart maga előtt. Tehát a 90-es évek ennek a jegyében tehát a civilek aprítás, a civilek minél előbbi láb alól való eltétele jegyében, és persze ez ma már amerikai filmben nem megvalósítható, vagy nem megmutatható a rengeteg lövöldözés, való a real life lövöldözés miatt, tudod, iskolákban, bevásárlókosban, mindenhol. És akkor most már tudom is, hogy mivel kanyarodunk rá
az utánunk a tűzözönre, hogy vettem észre, fogom, de ebben te fogsz tudni engem irányítani a sötétségbe, hogy igen, jól látom-e azt, hogy a 90-es évek elején elindult ez a trend az akciófilmekben, hogy kombináljuk a közönséget, és az akciófilm mostantól ne csak a felnőtt nézőknek szóljon, hanem bizony a gyerek, a kamasz és a gyerek nézőknek is. És ezt érzem az utolsó akcióhoz, és nyilván arról majd külön beszélünk, de hát az utánunk a tűzözönön is, hiszen szerintem azért borzasztóan érdekes nézni ezt a filmet, és itt muszáj idéznem az egyik operatőr kollégámat, akivel egyébként most újra megnéztük ezt a filmet pár hete, hogy ő mondta azt, hogy figyelj, ez olyan ez a film, hogy soha nem tudod, hogy mi következik. Én nem, egyszerűen mindig újabb és újabb műfajok érkeznek. Tehát most érted, akár azt is mondhatnánk, azt a jelenetet, amikor kiemelem, hogy hogyan jön rá arra Gina Davis, aki akkor még a háziasszony Samantha karakterben egy családi vacsorán dolgozik, hogy hogyan kezd el az amnéziája fosszadozni úgy, hogy répa szeletelés közben elkezdi vadul vágni a répát. És ehhez a párja és a kislánya újongva asszisztálnak, bejön egy kis kellemes 80-as évek végi liftzene, és az egész család újong, hogy Gina Davis milyen vadul bánik a késsel, majd Gina Davis neki vágja a kést majdnem a párjának, de valójában egy paradicsomot szegez oda a konyhaszekrényhez. És azzal, hogy ezek a gyerekszereplők, illetve az egyre könnyebben feldolgozható történetek, az egyre több humor, és főleg az anyasság, apasság témák bejönnek a filmekbe, én úgy érzem, hogy van egy olyan szándék, hogy ezt a közönséget kitágítsák, és valójában egyre több embert hoznak be a moziba, akár családos embereket is. Abban egyetértek veled, hogy az amerikai akciófilm a 90-es évektől infantilizálódik. Abban nem egészen, hogy például ez a film részese ennek, azért, mert ez egy nagyon kemény R ez a film, tehát nagyon brutális, nagyon extrém erőszakos, úgyhogy a gyerek közönség az távol marad ettől, de ugyanabban az évben mutatják be mondjuk az Independence Day-t, a függetlenség napját, igen, ami ennek az infantilizálódásnak egy nagyon nagy lépcsője lefelé. És hosszú távon igen, ez nagyon is ez az infantilizálódás ez létezik. Na most az, hogy különböző műfajok jönnek be a filmbe jelenetről jelenetre, ez egész egyszerűen csak azért, mert a Shane Black egy kurva jó forgatókönyvíró, aki imádja a humort vegyíteni az erőszakkal, az egész gyerekkorát ponyvaregények olvasásával töltötte, krimikkel, akciókkal, szifikkel, és ez az összhatás, ez a műfaji elegy, az ott kavarog a fejében állandóan, és így rakja egymás mögé az építőkockákat, és egy ilyen nagyon-nagyon finom étel lesz belőle a végére, hogy képzavarra léjek. Igen, hát ami számomra most, hogy a Shane Black-kel kicsit megnéztem, hogy mik azok a filmek, amikről nem tudtam, hogy ő írta, de ő írta, feltűnt, az, hogy ő nagyon fiatalon megkezdte a hollywoodi pályafutását. Uh-huh. 25-26 éves korában jött ki a halálos fegyver, és nagyon hamar felkapták, tehát hogy tényleg több millió dollár volt azért az ő gázsia, ami hát egy csúcs írói teljesítmény, és egyébként nem írt annyira sok filmet, mint gondoltam. A halálos fegyverért, ha jól emlékszem, 1 millió dollár kapott, ami borzalmas nagy összeg volt akkoriban, és az az érdekes, hogy benne van ugye a Predatorban, mint színész. Elég rövid ideig van benne, de benne van. És nagyon sokan azt mondják, hogy a Predatornak a forgatókönyvét nagy részét is ő írta, de ezt a mai napig tagadja. De ahogyan beszélnek a Schwarzenegger és a haverjai egymással a Predatorban, az egy az egyben Shane Black. Nem írt sok filmet, ez való igaz, de nem tudnék egy olyan forgatókönyvírót mondani, aki az amerikai akciófilmre a 90-es évek elejétől, vagy 80-es évek végétől ennyire rátette a maga jegyét, mint ő. És a mai napig ragaszkodik ahhoz a stílusfogásokhoz, amiket akkoriban már használt. Például a Nice Guys, ami egy szenzációsan jó film, ami nemrég készült, azt hiszem 2018-ban, az olyan túlságosan nincsen messze mondjuk a halálos fegyvertől,
annyiban változott a Shane Black, a Shane Black-i forgatókönyv, hogy jóval kevésbé erőszakos, mint volt a 80-as, 90-es években, mert az az idő megengedőbb idő volt jóval, mint a mostani. Uh-huh. Igen, hát azért ez tehát mindenképpen egy ebben a mainstream műfajban elképesztően kell alkalmazkodnod a trendekhez. És az, hogy ezek a forgatókönyvek, a Shane Black forgatókönyvek ennyire egyediek tudnak lenni egy ennyire műfaji világban, amiről mi külső szemlélőként azt gondoljuk, hogy egy teljesen kereskedelmi világ, az mindenképp egy nagy teljesítmény. A Halálos fegyver 1-2-t írta ő, az utolsó cserkészt, az utolsó akcióhős részben, mert az utolsó akcióhős eredetileg nem az ő forgatókönyve volt, de azt ő átírta, átírták vele. És utána az Utánunk a tűzözön következik, és utána ő elindult, mint rendező, tehát itt van egy másik pálya, ami teljesen más pozíció. Az ember teljesen máshogy ír, amikor rendezővel dolgozik, és máshogy, amikor magának ír. Igen, az érdekes volt, amikor ugye megkapta az Iron Man 3-nak, a Vasember 3-nak a rendezési lehetőségét, azt ő is írta, ott előtte visszahozta egy kicsit a karrierjét 2005-ben, ha jól emlékszem, a Kiss Kiss Bang Bang-el. Igen. Az előtt, a film előtt nagyon lement a karrierje. Ott tényleg érthető volt, hogy évekig miért tűnt el, mert egész egyszerűen nem akarták venni a forgatókönyveit. Aztán mondom, rendbe hozta a karrierjét, aztán megkapta az Iron Man 3 lehetőségét, és utána a Predator szét, ha jól emlékszem, nem, simán Predator, ami egy nagyon rossz film, de mindez a bénázás, illetve hullámvasút, ha a Nice Guys-ba torkollik, akkor nagyon is rendben van, mert a Nice Guys talán a karrierjének top 3 filmje szerintem. Nem tudom, hogy láttad-e esetleg. Nem láttam, de azt gondolom, hogy egyébként neki sikerülhet azzal, tehát hogy azzal a fajta egyediséggel és humorral és önkritikával, amivel ő rendelkezik, ha csak nagy baj nem történik, azért ez nem egy elkallódó tehetség. És hozzáteszem, hogy most 3 olyan művészről beszéltünk, Gina Davis, Renny Harlin és Shane Black, akiknek azért volt erős, nagyon erős 10-12 évük, és utána volt egy leívelés a pályukba, de ez nem biztos, hogy nekik köszönhető, hogy van egy leívelés egy alkotói pályában, hanem annak is, hogy a világunk változik. Ugye a filmes szakma, ezt neked nem kell mondanom, annyira összetett, hogy egész egyszerűen még ha rendkívül tehetséges vagy, akkor sem tudsz bizonyos dolgot befolyásolni. Úgyhogy, hát meg hány olyan film van, Feri, ami nem állja ki az idő próbáját. Egész hát egyszerűen hiába volt a maga korában felértékelve, egyszerűen ma már nem tudod olyan szemmel nézni. Egyébként pont az Alkalmi turistára egy jó példa, ami rendkívül jó kritikai fogadtatást kapott, tényleg a Gina Davis megkapta a legjobb női mellékszereplőnek járó Oscart, egyébként Sigourney Weaver volt akkor jelölt, és hát utólag, meg Michelle Pfeiffer, bocsánat, de tényleg utólag nem is tudod ezt hova tenni, még mondjuk az utolsó akcióhős pedig egy rendkívül rossz kritikai fogadtatást kapott, de hát ez már egy másik történet, mert ez egy rendkívül felhypolt film volt. Mondom, egyszerűen nem, Hollywood nem tud vele mit kezdeni, tudod? Nem tud Gina Davis-el mit kezdeni. Igen. Ezzel a szenzációsan jó színésznővel, mert a nő egy kétlábon járó diszonancia, és nem lehet beskatujázni. Most ez egy nagyon egy lózunként hangzik, de tényleg így van, és egy idő után feladták. Hát igen, és abban abszolút igazad van, hogy a női akcióhős, talán ez mostanában fog megváltozni, de a női akcióhős a 80-as, 90-es években az azért egy egydimenziósabb történet, tehát egy sokkal idolszerű, te ezt mondtad, és valóban egy könnyebben értelmezhető, egy szexibb, egy ösztön, egy érzékibb valami. Nem biztos, hogy ez a mélység, ez az a fajta mélységet takarja, amit Gina Davis hoz. És az Utánunk a tűzözönre, hogyha most rátérünk, akkor nagyjából foglaljuk össze, hogy miről szól. Gina Davis egy háziasszonyt játszik, egy Samantha nevű háziasszonyt, aki
valahogy furcsán érzi magát a bőrében, mindenféle víziói vannak, flashbackjei, és de viszont van egy nagyon kellemes polgári élete, van egy férje, és van egy kislánya, a nő 8 évvel ezelőtt amnéziásan került elő valami folyóból, már terhesen, és utána illeszkedett be ebbe a polgári életbe. Egy autóbaleset után még inkább kezdenek visszatérni az emlékei, és mivel korábban felfogadott egy magánnyomozót, hogy ez derítse ki a múltját, az a része az életének is ide bekötődik, a magánnyomozó szagot kap, és elkezdi már-már teljesen kideríteni, hogy ki is ő valójában, és végül kiderül, hogy ő egy egykori bérgyilkos, a CIA-nak egy ügynöke, egy szupergyilkos szó szerint, és nagyon rossz emberek vannak most a nyomában, akik rájöttek, hogy újra emlékezni kezdett. Szuper, tök jól összefoglaltad, és egyébként itt jegyzem meg, hogy amikor azt mondjuk, hogy szupergyilkos, tényleg azt hiszem ez el is hangzik a filmből, de te nem szinkronnal láttad, úgyhogy csak ráéreztél. És most a Csúlya Imrédhez fűződő ellenérzéseidről nem tudtam, nekem nagyon tetszik a magyar szinkron, tehát én imádom ezt a... Jó, hát semmi probléma, persze. Féktelen szabadszájú káromkodást, amit most így nem fogok, bár olyan káromkodás özön van benne, amire mindenki emlékszik, tehát itt Samuel L. Jackson karaktere az nagyon erős expozícióval indít. A film egy szenzációs poénnal zárul angolul, amit most nem fogok megidézni, nézze meg mindenki, amit annyira elbasznak a magyar változatban, hogy majdnem agyvérzést is kaptam tőle, annyira szarul fordítják. Tehát az, de mondom, senkit nem fogok most meggyőzni arról, hogy téved, mert nyilván 30 éve ezzel a szinkronnal nézik ezt a filmet, úgyhogy persze élvezétek nyugodtan. Ettől függetlenül azt mondom, hogy angolul szerintem jobb. Oké, még nem láttam angolul, de egyébként szívesen megnézem. De úristen, ott tartottunk Samuel L. Jackson, és arról eszembe jutott, hogy itt van Samuel L. Jackson, akinek viszont nem volt mély repülés a pályáján. Pedig... Hát nem volt, de mondjuk 40-valahány évesen lett ismert, tehát az előtte elég rendesen meg kellett dolgoznia érte. Igen. Sőt, majdnem 50 évesen. Igen. Egyébként ez a kedvenc filmje a saját filmjei között, a mai napig. És ha ezt a filmet megnézzük, azért Samuel L. Jackson szerintem jobban érzi itt magát, mint Gina Davis, annak ellenére, hogy Gina Davis karaktere egy fantasztikus lehetőség, de amikor, és igen, ez volt az előző mondat, hogy amikor azt mondjuk, hogy szupergyilkos, akkor azért nem Gina Davis az első, aki eszünkbe jut, és amikor megnéztem ezt a filmet először, akkor az elején én éreztem egy diszonanciát, és leginkább azért, mert Samuel L. Jackson valahogy annyira otthonos ebben a karakterben, egy nem túl, hát egy izgalmas karakterben, de azért hozzáteszem, hogy ezt a karaktert Samuel L. Jackson csinálja meg. Tehát ő plusz 10 000 pont, amit ott megcsinál ebben a filmben, a szemgolyójával is játszik, tehát ő annyira eltalálta ezt a karaktert, és azért ezt tudni kell, hogy itt ez egy tényleg egy pörgős akciófilm, de a film körülbelül 30. percétől ez egy road movie, tehát itt Samantha és a magánnyomozó, akit Mitchnek hívnak, és Samuel Jackson játsza, a karaktert elindulnak, hogy kiderítsék, hogy mégis mi az anyám történt itt a múltban. És akkor csodálatos egyébként ez a két egyáltalán nem összeillő karakter, de hát Samuel Jackson az így brillírozik, tehát olyan labdákat adogat Gina Davisnek, amiket egyébként nem mindig tud visszapasszolni. És hát ez nem tudom, hogy igaz-e, mert azért szerintem, de megnézve a filmet már másodjára azért el tudom képzelni, hogy Mitch a történet eredeti verzió szerint meghal ennek a filmnek a végén. Na most, amennyire tudom, egy tesztvetítésen, igen, ez annyira felháborította a nézőket, hogy... Érthetően. Hát érthetően, hogy mégis visszatér. Persze, hát ez csak egy filmben történt meg, mert az a finálé azért mondom, az ugyan a Cutthroat Islandnek a költségvetését nem éri el, de hát itt is minden felrobban, aminek fel kell, mindenki kigyullad, és tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy ez a Samuel L. Jackson karrierjének egy nagyon szerethető figurája. A karakter, én értem, hogy miért szereti a legjobban.
Én például a Pulp Fiction beli karakterénél is jobban kedvelem ezt a faszit, akit játszik, ezt a Mitchet, mert ez az ember, ez esendő, tudod? Vicces és esendő. És ez az, amit eszméletlen jól kombinál itt a Jackson. És a karriere során nem emlékszem arra, hogy hasonló kohéziót tudott volna hozni más karakterekkel, ennyire szimpatikusat. És tényleg le a kalappal ezelőtt az alakítás előtt, egy nagy, hangos, szottyos akciófilmben, itt van ez a nagyon ügyesen, nagyon cizelláltan megformált karakter, a cizellát az túlzás, de ügyesen megformált karakter, és nagyon, a hatalmas tehetségét a csávónak ez nagyon jól mutatja. És mennyire jó forgatókönyvírói gondolat, hogy van egy nő, aki nem tudja, hogy neki mi a valódi mi az ő valódi személyisége, és tulajdonképpen mi az ő múltja, és van egy férfi, aki pedig folyamatosan más mutat magáról, hiszen ez a Mitch, ez egy olyan magánnyomozó, aki azért egy simlis kis ember, egy simlis csávó. Tehát, hogy az expozíció az konkrétan, hogy két nyomozóval rátör egy ilyen koszos motelban egy férfira, aki egy prostival éppen jól szórakozik, és elkezdi zsarolni, mint nyomozó, de közben nyomozónak adja ki magát. És kiderül, hogy ő amit ezek szoktak csinálni a magánnyomozók. Igen, és közben prostival ugye összejátszik, tehát, hogy folyamat, ő valójában egy csaló, tulajdonképpen az első igazi nyomozói munkája az ez, amikor elindul, tulajdonképpen azért követi Samantha-ként, mert valójában pénzt akar lehúzni, tehát hogy ez az ő eredeti motivációja, ami persze megváltozik. És hát rámutat arra, hogy mennyire fontos ez a humor, ami egyébként a Bruce Willis féle színészi játékban végig ott van, hogy hiába kemény, hiába él túl mindent, de ő azért egy közülünk. Igen, ezek a figurák csak úgy működnek, hogyha a forgatókönyv és az alakítás kikezdi valahogy a maszkulinitást. Igen. Tehát, hogyha nem csinálsz hülyét a szupermacsóságodból, vagy kicsit nem hozod le a realitás szintjére, akkor a 90-es években már, és ma már főleg, az ilyen karakter meghal. És ezt érti nagyon jól a Shane Black, hogy korodálni kell a karaktert, ki kell kezdeni, mert csak úgy működik, hogyha valamilyen szinten egy szerethető lúzert csinálsz belőle, és ahogy nagyon jól mondtad, ahogy a Bruce Willis, és ahogy a Sam Jackson ezt a kettőt hozza, az tökéletes. Igen. Hát egyébként, hogyha ugye sokan mondják, hogy ha utána olvasunk ennek a filmnek, hogy vajon miért nem fogadta a közönség mondjuk Gina Davis-t ebben a karakterben annyira jól, hogy előjön ez az aging történet, hogy azért itt ő már tényleg 40-es nő, egy 35 éves karaktert játszik egyébként, de talán azt gondolom, hogyha kicsit több, és ez egy rendezői segítséggel meg is tud valósulni, de kicsit többször inspirálják arra, hogy legyen önkritikusabb, vagy humorosabb, vagy kevésbé drámai, akkor lehet, hogy ez a Samuel L. Jackson, Gina Davis páros, ez a Samantha Mitch, ez jobban megszületik. Mondom, sajnos a filmnek a bukását, annak nagyon megágyazott a Cutthroat Island. Tehát igazából nem a Gina volt a hibás itt, attól függetlenül, hogy nem tudta őt elfogadni akciósztárként a közönség, hanem én emlékszem még gyerekként, hogy a filmes média csak arról szólt, hogy mekkora bukás bukta a Cutthroat Island, és hogy jót röhögünk rajta. És ennek az árnyékában jön ki ez a másik film, mert semmi esélye nem volt szinte. Plusz, ha jól tudom, semmi PR-ja nem volt, alig hirdették, semmi esélyt nem adtak neki arra, hogy siker legyen. Hát pedig egyébként tényleg minden ott van, tehát a forgatókönyvben a karácsony, család veszélyben, közben a gonosz, ja igen, hát ugye, ami talán a gyenge pontja ennek a filmnek, az, hogy azért a gonoszok itt, úgymond az antagonisták, azok nem túl hitelesek, tehát tényleg olyan mindegyik, mintha előlépett volna egy esképből. Végre valamiben nem fogunk egyetérteni. Én ugyanis imádtam ebben a filmben a gonoszokat. Ugye a Craig Bierko játssza ezt a
Bajgunár hülye gyereket. Szép fiút, igen. Igen, és ez, erről a csávóról azt kell tudni, erről a színészről, hogy ő a Matthew Perry, a való életben a Matthew Perrynek volt a nagyon jó barátja. És együtt castingelték őket a jó barátok. Milyen, kit játszik a Matthew Perry? A, na. Várj. Matthew Perry, úristen, ezt mindenki tudja. Ezt majd kivágod. Nem vágok. Várj picit, Kinga! Kinga! Úristen, na ezt már kivágom tényleg. Szegény. Nem hallja. Matthew Perry. Az a baj, hogy kevés olyan ember találsz, aki annyira hidegen hagy a jó barátok, mint én. Tehát egyszerűen én értem, hogy ezen, de na, a jó barátok az, amit gyerekként sem, tehát gyerekként sem tudtam nézni. És Chandler, az, úristen. Chandler, na jó, oké. Okay. Felem, ha azt mondod, hogy Josh, nekem az is... Josh! Ezt majd várjuk. Menjük itt a profi módba, várjuk. Jó. Szóval a Craig Bierko játsza ezt a szerepet, és ő volt a Matthew Perrynek a valóságban, a való életben nagyon jó barátja. Együtt castingelt őket a jó barátok Chandler szerepére, és bizonyos körülmények miatt a Matthew Perry kapta meg a szerepet, és a Bierko tizen nem tudom hány évig emiatt nem beszélt a Matthew Perryvel. És ez a szerep, és érezni, azért látni, hogy miért nem kapta meg a Chandler szerepét a jó barátokban, mert túlságosan hideg, túlságosan hüllőszerű a csávó szerintem. Hát abszolút, tehát semmiféle melegség, humor, tehát hogy igen, tehát még egy ilyen kis főgonosz szerep, mert ez azért nem túl sok teren nincs, de azért itt is érzed, egy főgonosz tud kaján lenni, vagy igen, valamiféle módon kiszólni a közönségnek, itt semmi nincs, egy GPS-en lehozott Bajgunárról van szó. Nekem a kedvenc főgonoszom, vagy főgonoszom, egy mellék gonoszom ebbe a filmbe, a hét gonosza, az a kopasz férfi, akit nagyon őriznek egy képregényszerű börtönben, ja. Le van rácsozva az ablak. Bocsáss meg, igen. Tudom, várj egy picit csak annyit, hogy szeretném a Craig Bierkónak menteni a bőrét, menteni a becsületét. Én... Szép férfi. Nem ezt az érvet akartam felhozni. Szerintem szenzációsan működik a csávó, mint slimy bastard, mint egy hüllőszerű gonosz, és engem nagyon szórakoztatott. És a végén, amikor van az a hihetetlen finálé, amiben szerelmes vagyok, csodálatos az finálé, amikor megkapja magáét, amikor meghal, én nem túlzok, tapsoltam. Itt a négy fal között a filmet nézve tapsoltam. Annyira tetszett, eufórikus volt, amikor végül megkapta magáét. Tehát azért a csávó ennek alapján csak tud valamit, hogyha ilyen reakciót vált ki, majdnem 30 évvel később. Egy hát igen, meg akkor a Shane Black is, mert egy olyan karaktert írt, ami téged abszolút eltalált, hogy ezt utálod a legjobban. jó, oké, én ezt elfogadom, örülök neki. De hogy például azért, na, az egy erős vállalás, amikor tényleg van egy olyan kopasz szuperbűnöző, akinek roncsolt arca van, és hiányzik a fél szeme, és csak azért kiszökik a börtönből, hogy bosszút álljon Samantán, ugye a Gina Davis karakterén, akkor utána azért azt várod, hogy ez a nő, ez tényleg egy ilyen szupergyilkológép-pé váljon, és szupergyilkológép legyen. És ehhez képest azért ő mindig egy sérülékeny családanya marad végig ebben a filmben, amit nem... De aki ugyanakkor gyilkológép is, szerintem ezt a kettőséget nagyon jó hozzák végig. Egy kicsit, tehát azért a nagy fináléban valóban látunk harcjeleneteket, de hát ez nem egy női Arnold Schwarzenegger, hanem ő egy esendő nő. Igen, az biztos, hogy egy kicsivel több akció a Ginától lehetett volna a filmben. Legalábbis én úgy érzem. Hát igen. Úgy, amikor harcjelenetet látunk vele, akkor azért, mikor, tehát, és ez már a Cutthroat Islandben is jelen volt, bár ott egyébként kevésbé, hogy valahogy azért nem gondolom azt, hogy róla le fog pattanni az összes golyó. Uh-huh. És nem keresem a jó jelzőt, de
De ez pozitívum. De ez egy, igen, valahol pozitívum, mert ő végig ez a lágy és érzékeny nő marad, akit egyébként megismertünk a film elején. Nekem még levélben, mielőtt leültünk volna podcastani, említetted, hogy téged zavart, hogy volt ez a kopasz csávó, aki az életére tör, meg akinek az amnéziáját köszönheti, és csak úgy megemlítjük, hogy kitört egy börtönből. Hát, ez úgy razán, tehát igen, és nem tudom, milyen börtön volt az. Itt szerintem itt az volt az a probléma, nagyon sok ilyen átvezető, nem csak inzertek, hanem ilyen átvezető féljelenetek, meg hasonló, hiányzik ebből a filmből, mert az eleje annyira rohan, az eleje rohan nagyon, mert ahogy mondtad, fél óra után ez a film nem csak hogy egy road movie, hanem egy embertelen módon telepakolt film. Nagyon-nagyon sűrű. És egész egyszerűen szerintem azért vágtak ki ilyen vagy expozíciós, vagy nem expozíciós rövidebb jeleneteket belőle, mert már egyszerűen akkor 3,5 óra lenne ez a film, hogyha benne hagyták volna ezeket őket. Azt tudom, hogy például azt kivágták, ami egy promóban benne volt, hogy a fináléban, amikor a Gina Davis a kamion sofőrjét kilöki a helyéről, ráfogja a pisztolyt, és a kamion, amiben bomba van, a sofőrt kiszedi a fülkéből. Ahogyan arra a kamionra rákerül, azt a pár perces akciójelenetet, azt kivágták a fenébe, mert azzal is csak húzták volna a filmnek a hosszát, és ezt akarták elkerülni. Nagyon-nagyon pörgősre akarták csinálni ezt a nagyon-nagyon sűrű filmet, és nyilván abban nem tudom, hogy a kopasz csávónak a szökését lefilmezték-e, valószínűleg tartom, hogy nem, de szerintem ez az oka annak, hogy csak így megemlítik, hogy jobb, kiszökött egy börtönből. Hát, ha megmutatják a szökést, akkor is furcsa, hogy ki szöksz egy börtönből azért, hogy bosszút állja fél szemedek. Miért nem szöktél ki előbb? Hát, mert nem azt hitte, hogy meg... Ugye, menj nyaralni. Na jó, de hát... Ja, értem, hogy csak... A Gina Davis iránti gyűlöleted az egyetlen motivációra, hogy megszökj a börtönből, ha ez hát, ilyen könnyen nem. Megy. Ezt teszik a nők a férfiakkal. Értem. Jó, hát ez... egyébként szerintem kell egy őrület ahhoz, hogy eljátsz egy ilyen skizofrén karaktert. És szerintem Gina Davis szerintem a világ legnormálisabb embere. Most leszámítva, hogy színész, és minden színész egy nagy átalakulásra képes, kicsit őrült figura, de hát azért most képzeld el ezt a filmet mondjuk Margot Robbie-val, vagy nem tudom, kit mondjak még, Sigourney Weaverrel, bár lehet, hogy nem lenne ennyire érdekes. Figyelj, igen, én sem voltam benne biztos, hogy Gina Davis, mielőtt megnéztem a filmet, hogy ez egy jó választás lesz, és ez volt az egyik oka annak, hogy sokáig nem néztem meg ezt a filmet. De mondom, engem nagyon meggyőzött. Nem, pontosan ez az ambivalencia, ez, hogy te, mint néző, soha nem vagy egészen elégedett azzal, amit ő mutatni akar magáról. Kicsit olyan ő ebben a szerepben, mint a Hitchcocknál a North by, az Észak-Észak-Nyugatnak a főszereplője, a Roger Thornhill, aki csak azt tud igazán megismerni, ez egy illúzió a figura, és csak azt tud igazán megismerni, akinek ő megmutatja magát. És ez az, ami rohadtul átjön ebben a figurában, amit a Gina Davis játszik. Igen. Még talán a fináléről beszéljünk egy picit, mert ahogy mondtam, tapsikolva imádtam. Tehát az a finálé az eufórikus. Gyönyörűen koreografált, át lehet látni, hogy mi történik, ez a jelenlegi akciófilmekről enyhén szólva nem mondható el, és mivel érzelmi töltete van, amikor elsül, úgymond, akkor szó szerint megkönnyebbülsz, és benned is robban az érzelem. És ilyet én mostanában egyik akciófilmtől sem kaptam, megmondom őszintén. Hát nagyon ahogyan egyébként más Shane filmekben is, de ezt a személyes szintet a társadalmi szinten szépen kombinálja a film. Tehát amellett, hogy itt ugye fel fog robbanni valami, de Gina Davis kislánya természetesen pont ott van a robbanás közeli bomba az mellett. Hát, persze, de ez kell szerintem, mert hogy a tétek azok így több szinten működnek, és hát mondom, én
én azért Samuel Jacksonért izgultam a legjobban, tehát engem nem hat, sejtettem, hogy... Az milyen pillanat már, amikor a kocsival elő robban. Hát az gyönyörű. Ez igen. Csodálatos, igen. Csodálatos. Igen. Tehát nem csodálom, hogy azt akarták a nézők, amit én is, hogy élje túl, és tényleg, mint a romokból, mint egy zombi előjön, de ez a természetes, mert ez végeredményben egy mese. És ez nem is akar több lenni. Tehát, hogy tényleg ezt... Persze, nagyon, egy karácsonyi mese. Pont ez egy karácsonyi nagyon, mese. Egy nagyon brutális karácsonyi mese, így van. Felnőtt elmeket, de egyébként nem éreztem annyira brutálisnak, mint mondtad. Nem tudom, hogy egyébként milyen korhatárbesorolással ment ez a maga idejében. Ez R volt, ez az R. Igen. Volt. Ezt PG-nek ezt nem küldik moziban. Hát volt benne egy szolid meztelen zuhanyzás, de semmi több, tehát én nem tudom, nekem nem ütötte meg azt a, mondom, az utolsó akcióhős, amit én gyerekkoromban többször láttam, és tényleg minden jelenetére emlékszem, talán arra nem emlékeztem, hogy ez a főszereplő kisfiú ennyit beszél, de az számomra sokkal erőszakosabbnak tűnt, pedig az tényleg egy gyerekfilm. Az utolsó akciósel az az, hogy így 10 évente megpróbálják újraértékelni, hogy valójában az egy meg nem értett film, és ahányszor leülök megnézni, soha nem tetszik nekem. Pedig a McTiernan rendezte, akit én nagyon kedvelek. Mindegy, ez majd a következő adás. Jó, az egy következő így adás, van, ez tényleg egy nagy téma, igen. Mert vannak ötleteim, hogy miért akarják tényleg egy kultfilm státuszba emelni. Csak még lezárásként csak annyit, hogy emlékezzünk meg arról, ugye dicsértük Orbaszájba a Shane Black-et, hogy ez a csávó mennyire a szakmájának mestere, hogy az összes setup, ami van a forgatókönyvben, ami van a filmben, az mind kifizetődik, hogy mit értek ez alatt. Az, hogy annak a faszinak, akit Loganról játszik, mondja, hogy az emberek nem tapizzák le az ágyékomat, ezért rejtem oda a fegyveremet. Később az Gina Davis ennek kapcsán tud megszökni arról a malom kerékről, mert a hullának az ágyékától veszi el a fegyvert. Mert tudja, hogy ő a hulla oda rejti a fegyvert, mert igen, nem tapizzák le ott. Ezer millió ilyen setup és payoff van a filmben, és gyönyörű, ahogy ezeket sorban Shane Black ledönti, vagy úgy, hogy beváltja. És pontosan ez a fajta tudás az, ami az európai műfaj filmből hiányzik, kicsit lenézik, pedig ez az, ami egy műfaj filmet életben tart. Igen, és ehhez kapcsolódik talán az a lezáró gondolat, amit így most a felkészülés alatt én is úgy megtaláltam. Ja, most hogy... vége van az epizódnak? Oké, jó. Nem, te szóba hoztad a lezárást, szívesen beszélgetek. Nem, egyébként tényleg vége van. Hogy Shane Black forgatókönyveiből ez a részletekbe menő hitelesség és őszintesség jön át. És most mielőtt rátérek a záró gondolatra, neked nem volt csodálatos élmény az a jelenet, amiben Gina Davis azzal a kamasz gyerekkel találkozik a filmben már a második felénél, akivel a film elején is, és pont az a payoff, igen, tehát hogy nincs egy felesleges setup sem, de egy felesleges karakter sincs benne, és például az expozícióban van egy teljesen érdektelen kamasz fiú, fogalmunk sincs, hogy miért fontos az, hogy Gina Davis odahajol hozzá, és azt mondja neki, hogy Raymond, ezt ne csináld. Majd amikor Gina Davis már az új, a régi karakterében visszatér, ugye azért, hogy leszámoljon az őt üldöző bűnözőkkel, akkor találkozik ezzel a kamasz fiúval, és most nem fogom nyilván leszpoilerezni, de pont ezek a finomságok... 27 év után nyugodtan, úgyhogy nem érdekes. De hát egy csomó ember van, aki ezt... Hát ne viccel, ha te nem láttad ezt a filmet, akkor szerinted ki látta? Bölcs gondolat. Ez így van. Én egyszer leszpoilereztem a Batman épp aktuális részét a Tilos Rádióban élő adásban. Úgyhogy azóta nem merek. Szörnyű volt. Filme, premier előtt. Sajtóvetítésed néztem. Akkor nem csodálom, hogy kicsit idegesen volt. Abszolút. Na de a záró gondolat az, hogy egy, van, amikor a forgatókönyv megtalálja a színészét, és szerintem a Shane Black filmek, vagy forgatókönyvek, azok a Bruce Willis és Samuel Jackson színészeknek áll jól, mert bennük van meg ez az emberség, ez az őszintesség, ez a humor, ez a mindenre kiterjedő figyelem.
De azt tényleg nem szabad itt elvitatni a Gina Davis-től, hogy azért ebben az időben a női főszereplők az akciófilmekben nemhogy fele ennyire nem voltak árnyaltak, de hát leginkább csak díszletek voltak a nők, és hogy tényleg ez egy olyan női karakter, amit ma is szívesen nézek újra, mert semmi bántó nincs benne, és ez jó. Igen, nem, hogy igen, egyszerűen nem volt az amerikai közönség, meg úgy a világ közönsége sem egy ilyen női akcióhőse felkészülve, és ez igen, belejátszott a film sajnos a bukásába. Hát egy ilyen női akcióhősre, aki esendő, aki megesett, ugye, akinek van egy gyermeke nem attól a férfitől, akivel él, aki maga is egyébként van egy pont a filmben, és szerintem ez is gyönyörű, tehát az, hogy a nő egy szekvencia erejéig elgondolkozik, hogy mi lenne akkor, hogyha nem menne vissza a családjához. És egyébként majd, hogyha foglalkozol az akciófilmek, a korai akciófilmekkel, akkor szerintem el fogsz jutni ehhez a típusú femme fatale, meg megesett, bukott nő karakterhez, akiben pont az a nehéz, vagy érdekes, vagy drámai, hogy mer kilépni ezekből a szerepekből, még akkor is, hogyha elítéljük, mert ki ezt a tündéri kislányt miért hagyná ott? A forgatókönyv meri őt a polgári elvárások mentén unszimpatikussá tenni, és ez igen. Az, ami, igen, ez totálisan szokatlan. De ez baromi őszinte, tehát a szerzői filmben van ilyen, tehát a Godard éli az életét, de a műfai filmben, a mainstream műfai filmben mikor látsz ilyet? Hogy egy anya elgondolkozik azon, hogy visszamenjek-e a gyerekemért, ami a legalapvetőbb, nem tudom, társadalmi elvárás egy nőtől, hogy egy pillanatig se érezze azt, hogy újra szabad akar lenni, és újra szexelni akar, meg inni, meg piálni. Manapság az egyre inkább konzervativizálódó mainstream filmben, ez szerintem még ritkább, tudod? Tehát volt ott egy hegycsúcs, a hullámvölgyben, a 90-es években, 2000-es években, és a 80-as években, amikor ez a fajta téma, ezt jobban tudott élni a szórakoztató filmben, mint akár szerintem manapság. Igen, és veszélyes eszköz a film, de valahogy a Shane Black forgatókönyveknél érzem azt, hogy morálisan mindig a helyükre kerülnek a dolgok. Tehát uh-huh. És talán ezért is időtállóak ezek a filmek, mert az alapigazságokkal, a nagy tanúságokkal, és ezekkel a motivációkkal ma is tudunk azonosulni, ahogy igen. Te is tetted, és... Igen. Nem a status quo kerül a helyére, hanem, mert a két dolog nem ugyanaz, hanem a jók elnyerik a jutalmukat, a rosszak meg rábasznak. És az nem feltétlenül a status quo helyreállítása. És ezért kurva jók a filmjei. Ivon, köszönöm szépen, hogy... Mielőtt befejezzük, igen. Csak annyit még a hallgatókkal megoszthatok, hogy tegnapi napon találtunk egy kis cicát a társasházunkba. Uh-huh. Nagyon szép és nagyon aranyos. Ez egy barna cirmos cica, kis pettyes háta van, nagyon szép. Van egy nagyon speciális nyakörve. A 6. kerületben találtuk, és hogyha valakinek hiányzik ez az egyébként nagyon barátságos, emberszerető szobacica, akkor valahogy vegye fel a kapcsolatot Moszli Ferenccel, vagy velem, mert nálunk nem maradhat, és ötletem sincs, hogy fogom visszapasszolni a gazdájának. Utcát, köszönöm. Csak utcát tudnám mondani? Persze, de azt tudni kell, hogy a macskák nagyon fürgék és gyorsak, de ez a Szondi Dózsa Szinyei Merse környéke, Hősök tere környéke a 6. kerületen belül, tehát simán lehet, hogy a macska a 7. kerületből szökött át. Na emberek, gyerünk azért a macskáért. Ivan, köszi szépen, hogy itt voltál. Marha jó lett szerintem az epizód. Én nagyon élveztem a beszélgetést veled, és remélem majd még visszajössz. Hát én köszönöm, szuper filmeket néztünk, és nagyon jó volt veled beszélgetni, mint mindig, és örülök, hogy erre most volt alkalmunk. Sziasztok! Szia, Feri! Szia!